Képviselő urat, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra? Igen. Önni a szó, képviselő úr. Tisztelt képviselőtársak, röviden válaszolnék a felvetésekre. Hogy honnan számítjuk a vizsgálat tárgyát, az egy javaslat a részünkről. Úgy gondoljuk, hogy 2003-ban kezdődött meg az a lejtmenet, amelyik az elmúlt esztendők rendezetlen viszonyait okozták a MÁV-nál, akár a privatizáció terén, akár az ingatlan viszonyok terén. Jó néhány képviselőtársunk beszélt már erről, de folytathatnám az Európai Uniós források terén, megismételni nem akarom. Az állami számvevőszék egyébként vizsgálta a MÁV-ot 1995-ben, 92 és 94 közötti időszakot, illetve 2002-ben készült egy jelentés, tehát ezeket előzményként egyébként a vizsgálathoz hozzá lehet csapni, hogy így mondjam, és 2008-ban készült egy átfogó vizsgálat az előző esztendőkről. Ez segítséget nyújt egyébként a vizsgálóbizottságnak. Ami a javaslatokat illeti, hogy mit kellene még elvégezni, én úgy gondolom, hogy a római 2.1-es pont az erre mindegyikre válaszol: gazdálkodás, létszám, forgalom, adósságállomány, költségvetési kapcsolatok. Tehát amit Korondi képviselő úr felvetett, hogy a hitelállományt miként kell vizsgálni, az a költségvetési kapcsolatok, illetve az adósságállomány körében beletartozik, amit egyébként a vizsgálóbizottság tárgyává tett. Ami pedig a hitelkondíciókat illeti, az szintén ebben a tárgykörben egyébként azt gondolom lehet szélesen értelmezni, vizsgálható. A MÁV szék ház ügye, az pedig a gazdálkodás körében, mint az ingatlan vagyonnal történő gazdálkodás belefér, illetve a privatizációra vonatkozó rendelkezések is, ami a MÁV kargót illeti, szintén belefér ebbe a körben. Amit végezetül szeretnék még mondani a tisztelt képviselőtársaknak, hogy azért is 2002-től történik a vizsgálat, mert 2003-tól került ki az országgyűlés ellenőrzése alól a MÁV. Tudniillik, a korábbi funkcionális cégből, mint ahogy Fónagy államtitkár úr elmondta, jó néhány céget hoztak létre, és teljesen kivették az országgyűlési kontroll alól. Úgy gondoljuk, hogy ezért kell 2002-től a vizsgálatot lefolytatni, ezért irányul a vizsgálóbizottság erre az időszakra, a tevékenysége, amit mi javaslunk. Akik ezt támogatják, azoknak megköszönjük a támogatását, és a részt vesznek a bizottság munkájuk. Akik pedig nem támogatják, azt gondolom majd a végeredményt megláthatják. De úgy gondolom, hogy célszerű egyébként nekik is részt venni a vizsgálóbizottságba. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, képviselő úr! Az általános vitát lezárom. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat érkezett, a részletes vitára bocsátásra és a részletes vitára várhatóan következő ülésünkön kerül sor. Tisztelt országgyűlés, sokan következik az adó és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Az előterjesztés téper 1376. sorszámon, a bizottságok együttes ajánlását pedig téper 1376/54. Sorszámon kapták készhez. A számvevőszéki és költségvetési, mint első helyen kijelölt bizottság eljárása során megállapította, hogy az ajánlás 5, 17, 37, 40, 45, 51, 59, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76 és 81. pontjaiban szereplő indítványok nem felelnek meg a házszabály rendelkezéseinek. Ezért ezekre a pontokra a részletes vita nem nyílik meg. Az összefüggésekre figyelemmel a javaslatsorok első eleménél kerül sor a vitára. Indítványozom, hogy a részletes vitát két szakaszban folytassa le az országgyűlés. Felkérem elsőként Szilágyi Péter
jegyző urat ismertesse az általam javasolt vitaegységeket. Tisztelt Országgyűlés! Az ülésvezető elnök azt kezdeményezi, hogy az első szakaszban a jövedelmet érintő adók és hozzájárulások módosításait vitassa meg az Országgyűlés. Ezek a személyi jövedelemadóról, társasági adóról, egészségügyi hozzájárulásról szóló törvényeket, valamint az illetéktörvényt és társadalombiztosítási törvényt módosítják. A módosítások az ajánlás 1-től 4-ig, 6-tól 16-ig, 18-tól 36-ig terjedő pontjaiban, valamint a 49., 52., 53., 54., 56., 57., 58., 60., 61., 62., 63., 64., 77., 78., 79., 80., 82. és 83. pontjaiban szerepelnek. A második szakaszban szereplő javaslatok a fogyasztás terhelő adók és az eljárási szabályok módosításait indítványozzák. Ezek az általános forgalmi adóról, a jövedéki adóról, gépjárműadóról, helyi adóról, adózásrendjéről szóló törvényeket és a könyvvizsgálói kamarai törvényt módosítják az ajánlás 38., 39., 41., 42., 43., 44., 46., 47., 48., 50., 55., 66., 72., 84., 85., 86. és 87. pontjai szerint. Köszönöm, jegyző úr. Tisztelt Országgyűlés, kérdezem a tisztelt Országgyűlést, egyetért a javasolt vitaszerkezettel. Kérem, készfelemeléssel szavazzanak. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy az Országgyűlés az indítványomat elfogadta. Kérem a felszólalni kívánó képviselőket, hogy felszólalások kezdetén jelezzék, hogy a bizottsági ajánlás melyik pontjaihoz kívánnak hozzászólni. Megnyitom tehát a részletes vita első szakaszát, az ajánlás 1-től 4-ig, 6-tól 16-ig, 18-tól 36-ig terjedő pontjaig, valamint a 49., 52., 53., 54., 56., 57., 58., 60., 61., 62., 63., 64., 77., 78., 79., 80., 82. és 83. pontjaig. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni 6 perces időkeretben? Időkeretben nem, 2 percre Vágó Gábor képviselő kér szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, köszönöm a szót. Nem akarom azokat a köröket még egyszer lefutni, amit már a bizottságban és az általános vitán is lefutottunk. Viszont itt, még itt a részletes vitában is szerintem fontos súlykolni azt, hogy mit is jelent az egy kulcs, a négyes ponthoz szeretnék hozzászólni. Az egy kulcsos jövedelemadó egy négy kulcsos progresszívabb jövedelemadóval szemben. Az egy kulcsos jövedelemadó egyértelműen a jobb módúakat támogatja, még az általunk bevezetni kívánó négysávos jövedelemadó differenciálná a társadalmat a jövedelem szerint, ugyanúgy, mint ahogy valójában ez a társadalom differenciálva is van. A mi javaslatunkkal a társadalmi kohézió növekedne, hiszen az, aki többet keres, arányosan többet is tesz be a közösbe. Az önök javaslatával a társadalom egyre inkább egy latin-amerikai társadalomra kezd majd hasonlítani, ahol egy szűk elit és a szegény nép, szegény és tanulatlan néptömegek állnak szemben egymással. Mi ezeket a társadalmi rétegeket nem szembe akarjuk állítani, hanem a kölcsönös szolidaritásra hivatkozva egy olyan jövedelem transfert szeretnénk megvalósítani, ami hatásosan a gazdagoktól elvesz és a szegényeknek odaad. Kérem önöket, hogy támogassák azt a javaslatunkat, hogy visszaálljon a progresszív jövedelemadó. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen. 2 perce Lenhárt Balázs jobbikos képviselőnek adom meg a szót. Én is itt a korai órán vagy későn megítélés kérdése, azt gondolom, hogy ugyanazokat a csatákat nincs értelme megvívni, amit már eddig bizottságban és meg itt a plenáris ülésen is megvívtunk. A hármas ponthoz szólnék hozzá, de azt azért mi is jeleznünk kell, és nagyon röviden ezért is kértem csak 2 percet, hogy a családi adózás sokkal inkább megfelelne annak a modellnek, amit korábban a Fidesz és a KDNP is támogatott, és ami valóban a legkomolyabb problémánkra adná meg a választ. Az adórendszer átalakítása fontos, szükséges is,
kiemelkedően magas világ és európai viszonylatban az adóelvonás mértéke Magyarországon, de ebből dotálni elsősorban a társadalom újra termelését elősegítő alapegységeket, a családokat kellene maximális mértékben. Egyetértve képviselőtársammal, én is azt, vagy hát mindnyáján azt látjuk, hogy ugye ez a 300 milliárd forintos adótöblet, ez leginkább az amúgy is felső jövedelem kategóriás keresetűeknél fog lecsapódni. Miközben, ami nyilvánvalóan a jövedelem különbségeket növeli, és fokozza az esetleges társadalmi ellentéteket, közben az alacsonyabb keresetűeknek a megélhetése nem biztosított a rengeteg közteher, hiteltörlesztés és egyéb nehézségek miatt. Tehát az a fő iránya a kritikának, hogy miért nem a korábban megígért családi adózást vezeti be a kormány, sokkal inkább megfelelt volna az eddigieknek, amit képviseltek, és az ország előtt álló demográfiai bomba hatástalanításának. Köszönöm. Köszönöm szépen. 2 perccel Vágó Gábor képviselőnek adom meg a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, köszönöm a szót. A 33-as pontot szeretnék hozzászólni. Ebben a módosító javaslatban azt javasoltuk Sérig Gábor képviselőtársammal, hogy a társasági adó csak 100 millió forintos bevételig legyen 10%, a felett maradjon 19%. Ennek nagyon egyszerű oka van, mint amire már képviselőtársam ki is tért az interpellációjában, hogy amennyiben a 100 millió forint fölött is levisszük a társasági adót, annyiban pont a magyar kis- és középvállalkozásokat hozzuk olyan versenyhelyzetbe, amiben nehezen tudnák állni a sarat. Amennyiben önök elkötelezettek a magyar kis- és középvállalkozások iránt, hiszen miért ne lehetnénk elkötelezettek azok iránt, akik az életet adják a magyar gazdaságnak, akkor megtesszük azt, hogy a kis cégeket 100 millió forintos árbevételig csupán 10%-os társasági adóval terheljük, míg a nagy cégeket 100 millió forint fölött 19%-os társasági adóval terheljük. Tudom, és meg is értem, hogy nagyon könnyű 10%-os társasági adóval Kínából, illetve egyéb egzotikus országokból befektetőket találni, de mégis talán fontosabb feladat a mai nemzetgazdaságban az, hogy a helyi kis- és középvállalkozásokat támogassuk, és ne a kínai betelepülő multikat. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen. 6 perces időkeretben Szilágyi György jobbikos képviselő következik. Köszönöm a szót, elnök úr. Az 1-es, 14-es, 78-as, 79-es, 80-as, 82-es, 83-as és a 6-os pontokhoz szeretnék hozzászólni. Ugye az első része, ami az üdülési csekkre és a megújulási kártyára vonatkozna, nem is értem, hogy miért kellett benyújtanunk elvileg törvénymódosító javaslatot, hiszen ennek a résznek, a mi törvénymódosító javaslatunk alapján kellett volna benne lenni a törvényben. Ha azt veszük figyelemben, hogy a jelenlegi kormánypárt több mint egy éven keresztül nagyon helyesen egyébként ostorozta az MSZP-t, akkor még ugye önök ellenzékben voltak, hogy megszüntette az üdülési csekkeknek az adómentességét, és hogy ebben a turizmusnak és a magyar családoknak is nehézségeket okozott. Valóban így van, az üdülési csekk adómentessége egy nagyon rossz lépés volt, amellett a sok nagyon rossz lépés mellett, amit az előző kormányzat csinált, és önök nagyon helyesen ezt észrevették. Ezért is tartottuk ezt furcsának, hogy ebben a törvényjavaslatban önök az üdülési csekket nem tették adómentessé, és minden valószínűség szerint, bár nem mondták így ki, hogy ezt a megújulási kártyát azért vezetik be, hogy